Thank you.
Tökéletes közönség, most pedig az olasz dalok és a mexikói Granada után következik egy opera részlet, a Carmen, ugye mindenki ismeri. A Carment már nagyon sokféleképpen feldolgozták, mindenféle hangszerre átírták, de hát eredetileg természetes, hogy opera. Én persze a hegedű variációt, a hegedű átiratot sokkal hamarabb ismertem, hát ugye hallgattuk a nagy hegedűsöktől otthon, gyakorolta édesapám, bátyám is. És aztán tulajdonképpen az operát is megismertem, sokkal később, addigra már legalább 5 éves lehettem. És mindig azon gondolkoztam, hogy vajon hogy tetszik jobban, elhegedülve vagy elénekelve. Hát azt hiszem most akkor mind a kettőből egy kis részletet megmutatunk. Következik Carmen Habanera és a Bohém tánc. Thank you.
trilo tre, a rigitare forse di, da si su di me sostidi, me mi chanson, me mi refren, me mi chanson, me mi a színpadon Cigány György. Már elárultam a közösségnek, hogy egy érdekes módon fogod megszólaltatni a Puccini Gianluigi Lauretta áriáját, és mondtuk, hogy nem énekled, nem hegedülöd, nem is táncolod, hanem valamilyen különleges hangszer van itt. Mi a neve először is? Teremin a neve. És miért? Orosz fizikusról, Leon Tereminről nevezték el. 1920-ban találta föl ezt a hangszert. Szép lesz ez az ária. Szóval, csak hogy egy kicsit érthetőbb legyen, két antenna van, a Parkinson antennája felelős a hangerőért, meg a hangok megszakításáért, ez pedig a hangmagasságért, tehát, hogyha adok hangerőt, és belenyúlok ebbe a rezgő térbe, ez egy térvezérlésű hangszer, benne is van neve, tehát belenyúlok ebbe a térbe, akkor megváltoztatom azt a frekvenciát, a hanghullám frekvenciáját olyan módon, hogyha közelítek az antennához, akkor magasabb lesz. Ha visszahúzom a kezemet, akkor pedig mélyebb. És eredetileg a Hitchcock filmekben használták. Igen, de hát
állítólag használta ezt Rachmaninov is, vagy Sosszákovics is zenébe, sőt, állítólag Lenin is játszott egy ilyenen, mert a fizikus bemutatta neki ezt a remek tanulmányát, és akkor szükség volt ugye az elektronika kezdett divatba jönni, úgyhogy aztán egy elég tragikus sorsa lett ennek a kiváló fizikusnak. Hát mindesetre Mozartnak volt annak idején üvegharmonikája, az is egy különleges hangszer volt, de azt hiszem ez minden eddigi hangszer felülmúl, mert valóban úgy van, hogy nem fogsz hozzáérni, ugye? Igen, ez az egyetlen olyan hangszer, amit úgy lehet megszólaltatni, hogy sehol nem érünk hozzá. Azért mondom a Hitchcock filmet, mert régen ezzel ijeszgették az embereket. Tehát, hogyha most ilyet hallanak, akkor már fogják tudni, hogy ez csak egy teremén. Úgyhogy nincs csalás, nem énekelni fogod, ez meg nem, itt hallgat most, szépen. Nem. Én most a levegőben kell, hogy kikeressem a hangokat. Az égvilágon, igen, semmi, semmilyen fogod. Ez milyen hang nem volt? Hát ez egy H volt. Igen. Hát akkor hallgassuk az áriát. Puccini, Gianni Schicchi, Lauretta áriája. Köszönöm szépen. Thank you.
higgyék el, nekem nagyon nehéz ezen a hangszeren játszani, már csak azért is, mert én állandóan mozgásban vagyok, és itt olyan hihetetlen fegyelem kell, mert ugye csak veszek egy nagyobb levegőt. Tehát nem élhetem bele magamat a zenébe, jaj, de jó, mert azonnal elmegy. Így kell fegyelmezetten a legnagyobb érzelmeket játszani, olyan egy kicsit, mint a jógázás, bár mondjuk én jógáztam sokat, úgyhogy nem áll tőlem távol. Budapesten ez az első alkalom, hogy itt bemutatom ezt a hangszert. Vidéken volt egy rövid bemutatkozásom, és mikor mentem el, azt mondták, akik bontották le a színpadot a közönségből, a bontók mesélték, hogy azt mondták, ez biztos csak valami kamó, meg playback, meg biztos valaki hátul bejátsz a zenekarba. Úgyhogy most megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a szíves szívesen kipróbálná, mert most lehet. Van valaki? Na? Senki? Megvárjuk, ha hátulról jön. Na, gyere, gyere, gyere. Úgy látom, egy kislány. Hú, de jó. Szuper! Jaj, de jó. Gyere. Mutatkozz be. Jaj. Rubina. Rubina? Rubina. Rubina, figyelj csak ide. Ráteszed a kezedet, úgy. És emeld föl lassan. Ezt te csinálod. Ez az, szuper. Nézd csak, és hogyha mögéd állok. Akkor még egy dalt, és aztán ó, szólami jó. Thank you.
kedves közönség! Most pedig ismét egy vendéget szeretnék önöknek felkonferálni. Megint egész véletlenül bukkantam rá, olvastam szintén az interneten egy régi iskolatársamra, aki kiköltözött Németországba már érettségiző korában, ott végezte el a főiskolát, és azt látom, hogy hihetetlen sikereket ért el. Ő volt annak idején a mikorosztályban a legjobb trombitás a konzervatóriumban, és azt látom, a lemeze jelent meg, énekel, trombitál, és annyira boldog voltam, rögtön írtam neki egy levelet, hogy gratulálok, és mennyire nagy dolog az, hogy valaki, egy kis hazánk fia Németországban befut a piacon, és óriási sikere van, és másnapra jött a válasz, hogy drága Katicám, hát te még egyáltalán emlékszel rám, és azonnal fölkért egy duetre, hogy énekeljek a lemezén. Én pedig hálából fölkértem, meg szeretetből, meg régi barátságból, hogy jöjjön el hozzánk Magyarországra, fogadják szeretettel a színpadon András de László! Thank you.
De aki annyi stadionban, koncertteremben lépsz föl világhírű sztárokkal, milyen érzés most ennyi évtized után itt Budapesten, itt a Művészetek Palotájában állni? Rájukat itt szám, kedves közönség, erre van egy nagyon szép és nagyon igaz magyar mondás, mégpedig mindenhol jó, de legjobb otthon. I know I send the line up, will you think you have the time to spend an evening with me? Some place to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we'll hop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil you by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, it never seemed so right before. I practice every day to find some clever lies to say to make the meaning come true. But then I think I wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is not too perfect, fills my head as far as that red and golden eyes of blue. And then I go and spoil you by saying something stupid like I love you. Perfume fills my head, the stars get red and all the nights are blue. And then I go and spoil you all by saying something stupid like I love you. Sosem lesz egész, egy
Összedőlhet fenn a magas ég, leborulhat minden, ami egy a fontos, hogy te szeress minden más, csak semmi sír. Isten lánk hozzám érkezett, lehet minden csúfe földön, ha szeretsz már nékem
sarà Natale, il festifro d'uomo, e si se confortare, ma la stessa Milano,
Janikó! Illényi Csaba! Köszönöm szépen! András László! Nagyon szépen köszönöm a Győri Filharmonikusoknak! És Siló Istvánnak! Hálásan köszönöm önöknek, hogy eljöttek, megtisztelő figyelmüket és tapsukat, és a háláról csak annyi jut eszembe, hogy Amazing Grace, csodálatos áldás, egy spirituális, melyel kérném a Jóisten áldását önökre és szeretteikre, legyenek boldogok és egészségesek. Köszönöm. Thank you.
sweetly sung. That saved a wretch like me. But now I'm found. Was blind, but now I see. Yeah.